Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Vas Judit. A Magyar Kultúra Napján kiváló munkáért kitüntetésben részesült Bató Tünde, a Harlekin Báb Színház művészeti titkára, akit most nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is. Gratulálok szívből ehhez a díjhoz. Meglepődtél a jelölésen és a díjon? Nagyon szépen köszönöm. Igen, meglepődtem a jelölésen is, illetve azon is, hogy megkaptam. Miért? Ezek szerint ennyire nem számítottál rá? Én soha nem gondoltam erre, hogy én azért dolgozom, hogy ezt valaki ilyen szinten elismerje, hanem akkor vagyok elégedett és boldog, hogyha jól megy a színház, illetve jól mennek a napi dolgok. Igen, ugye arról szól a díj, hogy kiváló munkáért, tehát ahogyan végzed a munkád, ha jól tudom, már több mint 10 éve, 2011 óta. Tehát ez egy nagyon jó visszacsatolás arra, amit a közösséged is érez és gondol. Igen, főként az esett nagyon jól, hogy a friss igazgatóm Szűcs Réka és illetve társulatvezetőm Zádori Szilárd gondolták azt első körben, hogy én érdemes lehetnék erre a díjra, hiszen velük már nagyon régóta, több mint 10 éve együtt dolgozom, igaz, hogy akkor még ugye színészként és rendezőként volt Réka a társulat tagja, de mégis ők, tehát a kezdetektől látják az én munkámat, ha ilyen mélységekben nem is láttak bele, mint most, de pontosan tudják, hogy mit csinálok, hogy végzem. Majd beszélünk arról, hogy mit végzel, tehát mit és hogyan, meg arról is, hogy végül is, ha jól számolom, a harmadik igazgató alatt dolgozol. Hát igazából Lengyel... Réka már a negyedik. A negyedik, mert Lengyel Pál idején érkeztél Egerbe. Igen, vele már sajnos nem sokat tudtam így fizikailag együtt dolgozni, mert megbetegedett, majd 2012-ben ugye meg is halt. És akkor egy ideig Bal József volt a megbízott igazgató. Igen. Vele is dolgoztam, utána jött ugye Éri Kovács András, aki 10 évig igazgatta a Harlekint, és most pedig 2023. februárjától Szűcs Réka. Igen. Úgyhogy itt a negyedik igazgatón végül is Réka. Na hát majd lesz mire visszatekinteni, de most egy kicsit az életutatban tekintünk vissza. Ha jól tudom, Szolnoki születésű vagy, de Veszprémben végeztél színháztudomány szakon, a Veszprémi Egyetemen. Milyen családi millióban nőttél fel? Milyen olyan értéket kaptál, amit úgy ma is hordozolod bent a szívedben? Vagy akár te is átadsz a gyerekeidnek? Szolnokon születtem, de egy Újszász nevű településen nőttem föl. Ott jártam általános iskolába. Szüleimnek egyetlen gyermeke voltam, vagy vagyok, és utána már gimnáziumba kerültem be Szolnokra. Tehát akkor voltam úgymond szolnoki lány, de hát bejárós voltam napi szinten ott is. Ott töriszakra jártam, akkoriban még a régészet érdekel, de aztán azt így félretettem egyéb bölcsésztudományok miatt. Szeretetteljes légkörben nőttem föl, tényleg én egy hangos szóra nem emlékszem gyerekkoromból a szüleim között. Sajnos édesanyámat 2 éve elvesztettem, úgyhogy már csak édesapám van nekem, így a szüleim közül. Ő viszont most nagyon sok időt szerencsére itt tölt velünk, meg az unokáival, és ők mindig becsületességre neveltek azért, hogy álljak ki magamért, ezt így próbálom is a mai napig tartani, illetve édesapám nagyon szeret olvasni, és ezt nagyon fontosnak tartotta ennek a szeretetét átadni, és ez nagyon jól sikerült. A része is, illetve az a bizalom, amivel felén fordultak már iskolás koromban is, tehát hogy mindig hagyták, hogy én válasszak, hogy mibe szeretnék belekezdeni. Akkor is, hogyha esetleg utána az kiderült, hogy nem az én utam, vagy nem úgy működik, soha nem jöttek ezzel, hogy bezzeg én megmondtam, mert hogy mentél a saját feje után, tehát hogy így hagyták, hogy felépítsem magam, vagy hogy kijöjjön a saját énem, nem próbálták elnyomni, és ezért nagyon hálás vagyok. Meg lehet, hogy ilyenekre szülőként jön rá még inkább az ember, vagy még mélyebben tudatosodik benne, és akkor megpróbálja ugyanezt átadni. Igen, én is próbálom ezt, hogy a gyerekek is hagy próbáljanak ki minél több dolgot, hogy utána, mert szerintem csak úgy tudják eldönteni, hogy mi az, amihez tényleg kedvük van, mert hogyha mondjuk leragadnak egy dolog mellett, és utána sokára jut eszükbe, hogy de én ezt szerettem volna kipróbálni, csak nem volt rá lehetőség, az sokkal rosszabb. Úgyhogy amire lehetőség van, azt így igyekszünk nekik megadni, hogy külön foglalkozásokra járjanak, vagy sportot is, hogy többfélét kipróbáljanak, aztán majd meglátjuk, hogy melyik jön be belőle. Mi volt ez, ami úgy vonzott elfelé a pálya felé? Sokáig, mint szerintem sokan az általános iskola, illetve a gimnázium alatt így keresik az útjukat, és igazából egy színházi előadás volt Szolnokon, Balkai Géza rendezett egy Ibsen darabot,
ami nagyon-nagyon megfogott, és utána nagyon sokat jártam színházba. És akkor valahogy, mivel Töri meg magyar szakos voltam, így kapcsolatba kerültem a különböző színházelméletekkel is, és mélyebben belástam magam ezekbe, és utána néztem, hogy hol lehetne ezt iskolai keretek között tanulni. És akkoriban Veszprémben Bécsi Tamás, akinek a neve talán azért még így a gyakorlati szakmában is mond valamit, alapította ezt a szakot, színháztudomány, színháztörténész szak, és jelentkeztem oda, felvettek, és oda jártam 5 évig. Érdekes, hogy amikor az ember úgy egy szakot választ, akkor már nyilván valamennyire a jövőjét választja, bár utána még nagyon sok minden változhat. De hogy mi volt így a fejedben, hogy ezzel majd mit kezdesz, vagy merre tudsz menni? Igazából ezt nem tudom, hogy akkor mi volt a fejemben, mert 5. évben gyakorlati helyet kellett választani. És engem mindig is érdekelt az olasz nyelv, meg a kultúra, tanultam is, és már megvolt a gyakorlati helyem az Olasz Kultúrintézetben, úgy volt, hogy oda megyek, amíg egy fiatal színész meg nem hívott a Víg Színházba, hogy menjek el, nézzek meg egy próbát. És akkor bementem, az nagyon tetszett, több emberrel megismerkedtem, és megkérdezték, hogy nincs-e kedvem ott maradni. Nem szeretnék-e rendezőasszisztens gyakornok lenni, akkor persze nem nagyon tudtam, hogy mi ez, de igent mondtam, és így töltöttem el ott a gyakorlati évemet. Nagyon sok jó rendező mellett dolgozhattam. Ez egy év? Tehát a gyakorlati év az egy év? Hát igazából fél év volt, de ugye én már utána is ott maradtam, tehát hogy 1 évet dolgoztam. Utána Hegedűs D. Gézának lettem az állandó asszisztense, és akkor ő elvitt például a Színművészeti Egyetemre, és ott is dolgozhattam vizsgaelőadásba, ott még az asszisztenskedésen kívül az ügyelésbe, súgásba, még a kellékezésbe is belekóstolhattam, tehát ott nagyon sokat tanultam szerintem a színház gyakorlati részéről, és tehát ott maradtam a diploma után is, és egyszer csak szóltak, hogy a művészeti titkárságon van egy üres hely, föl kéne ülni, így mondták. Mondtam, hogy hát jó, hát próbáljuk meg, és ott igazából az volt a vonzó, hogy egy legendás főtitkár, Várnai Péter igazgatta akkor a Víg Színház titkárságát, és tőle tudtam, hogy nagyon sokat lehet tanulni, és szerettem is volna, és így töltöttem el ott még egy jó pár évet. Na várjál, menjünk vissza egy kicsit a Hegedűs D. Géza mellett töltött időszakra. Milyen volt vele dolgozni? Szerintem nagyon jó volt köztünk a kapcsolat. Nem mondanám egy nehéz embernek, ugye a művész szakmában sokszor azt mondják, hogy a rendezők nehéz emberek. Ő nem tartozott közéjük, mindig meghallgatta a színészek véleményét is, sőt még tőlünk is kért véleményezést egy-egy próbaidőszak alatt. Úgyhogy én nagyon szerettem vele dolgozni. Mennyire könnyen tudtál beletanulni ebbe a munkába, mert mondtad az imént, hogy még akkor nem is igazán tudtad, hogy ez mit jelent? Hát azért, hogyha ott van az ember a tűz közelében, és 20-as évei elején azért Magyarország egyik legjobb vagy legnagyobb színházába találja magát, ott azért, és ha belelátsz a dolgokba, ott könnyen lehet tanulni. Főleg, hogyha van is hozzá affinitásod. Tehát ott már nagyon megtetszett, és nagyon tudtam, hogy ezt szeretném csinálni. Mindenképpen színház közelben, tehát többféle feladatkört is kipróbálni akár. Még egyébként egy fordításra is volt lehetőségem, Valló Péter felkért egy kávéház előadáshoz egy nyers fordítást elkészíteni. Olaszról? Igen, és akkor ott például a dramaturgiai munkába is bele tudtam egy kicsit kóstolni. Tehát hogy igazából ez a Víg Színház nagyon jó gyakorlati iskola volt nekem, az egyetem elméleti oktatása mellett. Tehát adott egy olyan komplexitást, egy olyan képet a szakmáról, amikor már úgy azt gondoltam, hogy úgy átlátom, hogy mitől működik ez, miért jó ez. Aztán hogy jött Eger? Meg egyáltalán a bábszínházi világ. Mikor én ott hagytam a Víg Színházat, akkor elmentem külföldre, mert rájöttem, hogy 20 évesen azért még a világból kéne valamit tapasztalnom. Azért ott az egy nagyon intenzív munka volt. Tehát reggeltől estig, te is tudod, hogy egy nagy színházba. Nem 8-tól 4-ig tart a munka. Főleg a bemutató hetek. Főleg a főpróba heteken így van. Tehát, hogy én nagyon sokat voltam benne este is ügyelni, tehát gyakorlatilag semmi másra nem volt lehetőségem, meg időm. És akkor azt gondoltam, hogy egy kicsit kéne világot látni, akkor elmentem 1 évre Olaszországba. Utána meg teljesen véletlenül megismerkedtem a párommal, aki Angliában élt akkor már 6 éve, úgyhogy 1 évre elmentem vele oda, és... Várjál, ezek olyan kalandos dolgok, ezeket ne ugorjuk annyira gyorsan át. Tehát Olaszországban mit csinált? Melyik részén voltál, és mit csinált? Genovában voltam, egy családnál. Óper voltam, mert akkor még hivatalosan nem lehetett munkát vállalni, csak így családnál, és hát közben meg nyelvet tanultam. Gondolom, feledhetetlen élmény volt. Igen, ez az igen. Hát kemény volt az is, mert azért a munka része az kemény volt, de igen, nagyon jó, meg nagyon jó tapasztalás. Tehát, hogy mikor látod, hogy
más is van ezen kívül, mint ami itt körbevesz, meg más csinálsz, mint amit mindig is csináltál. De utána egy idő után azt mondod, hogy elég, mert azért van egy szakmád, meg szeretnél visszajönni. Igen, van egy honvágy nevű. Így van, van egy honvágy nevű dolog is, igen. De aztán jött Anglia, ami egy kicsit, vagy nem kicsit, ezért egy teljesen más világ, északabbra, hűvösebb, hát hagyomány. Hát nem is jött be nagyon. De ott is hasonló munkát végeztél? Nem, ott egy borászatban dolgoztam, vagyis hát igazából egy World Wine Trade Marketnál, aki éttermekbe szállított ki borokat, tehát összekészítették a rendelést, fölvették London összes éttermétől, és világ minden tájáról voltak borok, tehát ugye ez egy ilyen nagyon átmeneti dolog volt. Tudtam, hogy max. Egy év, de ugye valamit dolgozni kell, meg szerettem volna is, tehát hogy én nem tudok nyugton megülni a fenekemen, hogy nem csinálok semmit. És utána meg hazajöttünk, és a párom egri születésű, és így kerültem Egerbe. Mondta, hogy jöjjünk Egerbe, mert hogy ez egy nagyon szép és jó város, és akkor ide jöttünk haza. Igen. És a Bábszínház, az meg tök véletlenül jött, mert ugye kerestem a helyemet, azt hiszem a Nagyszínházban akkor voltán igazgatóváltás 2010-11 környékén, ugye? És akkor láttam, hogy van itt egy Bábszínház, elküldtem oda is az életrajzomat, és Lengyel Pál be is hívott, mert hogy az akkori művészeti titkára kisbabát várt, és mondta, hogy 2 évre biztos, hogy az volt a terv, hogy 2 évig helyettesítenem kéne őt, tehát igazából helyettesíteni vettek föl 12 éve a Bábszínházba. Uh-huh. És ilyen művészeti titkári posztra akkor is. Igen, igen, művészeti titkárnak vett föl őt, hát Vincéné Rácz Edinát kellett, aki szintén nagyon sokáig csinálta ezt a munkát előttem, őt kellett helyettesíteni, és azután visszajött Edina is, ő más feladatkörben dolgozott tovább, én meg maradtam a Bábszínházban, mint művészeti titkár. És itt akár Egerben, akár a munkahelyen úgy otthonra találtál. Igen, úgy érzem, hogy igen. No, mit csinál akkor egy művészeti titkár? Ugye most már itt vagyunk Egerben, a Harlekinben. Mi a te feladatköröd? Hú, nagyon sok színű és nagyon változatos először is, tehát nem lehet minden részfeladatot felsorolni. Ami a legfontosabb talán, hogy a havi és a heti próba, illetve előadásrend elkészítése, színészegyeztetés, jogdíjügyek intézése, illetve ugye napi szinten az igazgató munkájának segítése, tehát hogy amik még napi problémák, kérdések jönnek be, azokkal kell törődni, vagy azokat kell megoldani, vagy a megoldását elősegíteni, mert ugye nem egyedül dolgozom ezen a titkárságon. Azt hangsúlyoznám, hogy ez egy nagyon erősen csapatjáték, és nem is vagyunk egy nagy társulat, mindannyian össze kell, hogy dolgozzunk, hogy abból valami jó születhessen. Meggondolom, munkaidőben barátibb, mint a rendező asszisztensi poszt. Hát igen, igen, ez is vonzott ebben, mert tudtam, hogy szeretnék családot, szeretnék majd gyerkőcöket, úgyhogy ez meg így nagyon jó volt, hogy meg tudom oldani az életemnek azt a részét is még a munka mellett. Ugye a kezdetektől, tehát úgy értem a kezdeteket, hogy a Víg Színházi évektől, ezért érzékeny művész lelkekkel dolgozol együtt. Ezt nyilván lehet tanulni, és hogyan kell velük bánni, ez kell egy kis pedagógiai, pszichológiai érzék, de van, akiből ez úgy ösztönösen működik. Mennyire tudtad így az évek alatt fölvenni ezt a fonalat, hogy hogyan kell művészekkel bánni? Nálam az elsősorban ráérzés volt, meg az, hogy hosszú ideje dolgozom velük, és már így tudom, hogy ki milyen, kihez hogy kell szólni, ha éppen rossz napja van, vagy olyan dolog történt az életében. Én külön nem tanultam se pedagógiát, se pszichológiát, de remélem erről ők tudnának igazából beszélni, hogy... Valószínűleg ezzel, nem is tudom, ez egy ilyen nevezük készségnek, vagy tulajdonságnak, ez úgy benned. Igen, meg ez is azért úgy a kezdeteknél is ragadt, tehát úgy láttam az idősebbektől is, meg a nagyobbaktól is, ők úgy hívták, hogy közlekedés rendészet, tehát hogy kihez hogy kell szólni, hogy kell közvetíteni 2 ember között, hogy az jó legyen, tehát ezek ilyen nagyon érzékeny és finom dolgok. Mit tapasztaltál a 2 vezetői módszeren, stíluson, ahogy látják egészben a színházat, vagy mi a terve a színházzal? Minden igazgató más, ugye mindenkit meg kell úgymond tanulni, hogy mi az elvárása, tehát hogy mit vár el tőled munkába, hogy szereti, hogyha felvezeted neki a napi dolgokat, mennyi önállóságot hagy neked a munkába, ami szerintem nagyon fontos. Andrással, Éri Kovács Andrással vele tovább dolgoztam együtt, Réka még azért 1 évadot zártunk le. De azt el tudom mondani Rékával kapcsolatban, hogy neki azért ez a fiatalossága, a kreativitása, illetve ez a jó művészi érzéke
új színeket visz a színházba. Andrásnak meg a 10 évét így most nehéz összefoglalnom hirtelen, hogy ő volt az, aki behozta azt, hogy akkor próbáljunk meg játszunk felnőtteknek is, ugye ő rendezett felnőtt darabokat. Az ő idejében születtek meg az első úgynevezett tantermi előadások, ezek a TIA-s előadások, amik szintén a közönség rétegünket bővítették, mert ugye a Bábszínházról sokan azt hiszik, hogy csak óvodásoknak játszunk, vagy kisiskolásoknak, de most már igazából a csecsemőkorosztálytól egészen a felnőtt közönség rétegig lefedjük a nézők sorát, tehát mindenkinek kínálunk előadásokat. Akkor András idején volt még az első nagy családi musical, ami utána már elmondhatjuk, hogy valamennyire hagyomány lett a Harlekinben a Bábszínházak között, hogy 2-3 évente csinálunk egy ilyen nagy kiállítású zenés produkciót. Ugye jött a Dzsungelkönyve, aztán volt a Bambi, a Diótörő, és most a legújabb a Padlás, ami már abszolút Rékához köthető. Te mennyire adsz tanácsot önmagadtól, vagy mennyire kérik ki a te tanácsodat? Hát Rékát tudom, hogy ő kíváncsi a véleményemre, meg a tanácsomra, úgyhogy elmondom, még azt is, ha olyan kicsit érzékenyebb a dolog, hozzáteszem, hogy ha akarod, megfogadod, akarod, nem nyilván. De el szoktam mondani, meg ő ezt el is várja. És utána ő majd eldönti, nyilván ő a vezető, eldönti, hogy megfogadja, nem fogadja, ő másképp látja. Bizonyos dolgokban András is így volt vele, tehát hogy abszolút kérte. Tehát hogy ő tudta, hogy mondjuk a színész egyeztetést ő annyira nem vágja, hogy mi a ebbe a úgymond szabályok, vagy a rendszer, és akkor azt úgy rám hagyta, hogy csináld, de hogy akkor legyen itt, meg legyen ott, de hogy intézd úgy, hogy rendben legyen. Mennyire tudod élvezni az előadásokat, tehát a munkaidő mellett mennyire tudod, vagy milyen gyakran tudsz megnézni egy-egy előadást, vagy csak a bemutatót tudod figyelemmel kísérni? Ugye mivel mi kis társulat vagyunk, amellett, hogy mondjuk én, mint művészeti titkár dolgozom, mi a titkárságon egymás között, mi látjuk el egymás között beosztva a nézőtéri ügyeletet is előadások alatt. Ja, értem. Én azt mondom, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy sokszor belelátok az előadásokba, és akkor látom, hogy most éppen úgymond, csúnyán mondva, milyen állapotban van az előadás, vagy hogy most ez jobban ment, vagy mások az energiák, vagy most nagyon lassú volt. Tehát ezeket így szoktam figyelni, meg én az a típus vagyok, aki mondjuk próbák alatt is szeretné, ha így besonfordálni és belenézni, hogy mi készül. Meg hát most már gondolom a gyerekeidet is tudod vinni. Jaj, hát igen, ők gyakorlatilag átolzéig mindig mindent láttak, és nagyon szeretik, szerencsére nagyon nyitottak erre. Mennyire van igény benned arra, vagy mennyire van lehetőség arra, hogy mondjuk más bábszínházak előadásait is figyelemmel kísérd? A bábszínházak az kicsit nehéz, mert ugye itt a környéken nem nagyon vannak, tehát hogy a nagyobb városokban vannak Magyarországon, és erre vannak az úgynevezett szakmai találkozók, vagy fesztiválok, ahol így egy kicsit a szakma találkozik, és jobban látják egymás előadásait, de én amellett nagyon szívesen járok klasszikus élőszereplős színházba, tehát nekem így a felnőtt létemhez még az is hiányzik, és rendszeresen jársz mondjuk, nem tudom, akár Egerben, Budapesten, Miskolcon, vagy bárhol. Hát igen, ugye gyerekek mellett azért nehezebb megoldani, mert ezek főleg esti előadások, de igen, tehát hogy Miskolcra és Budapestre is, igen, szívesen járok más városokba is el színházba. Mi lehet egyébként szerinted a Harlekin sikerének a titka? Mindenképpen a csapat. Azt gondolom, hogy itt az évek folyamán egy olyan tehetséges fiatal csapat jött össze, most a színészekről beszélek elsősorban, akik így talán már más is mondta így a harlekinesek közül, hogyha beszélgettél velük, hogy így például civilben egymásnak a barátai is, tehát hogy egy nagyon jó kapcsolatot ápolnak egymással, és nagyon jól tudnak együtt dolgozni, amellett, hogy szerintem nagyon tehetségesek, tehát hogy a zenébe, táncba, prózába, mindenben nagyon otthon vannak, a bábozás mellett, mert ugye az a fő profil, illetve szerintem más posztokon is nagyon jó a Bábszínház társulata, tehát a műhelyesek, a műszakosok, a kollégáim az irodába, tényleg nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és ha valamit meg kell oldani, akkor mindenki azon van, igyekszünk, hogy megoldjuk a problémát, és hogy tényleg jó előadásokat csináljunk. És valahol lesz, hogy jól érzitek magatokat együtt, ez át is jön az előadásokon is. Hát igen, ez ennek örülünk, hogyha ez kívülről így látszik. Mondták már mások is, de igen, örülünk, hogyha ez kívülről is látszik. A te munkakörödhöz egyébként itt beszéltünk már egy kis pedagógiai, pszichológiai érzékről, de mi szükséges még ahhoz, hogy valaki hely tudjon állni így már több mint 10 éve, mint te is? És különböző igazgatók alatt. Szerintem azért egy minimális lojalitás az mindenképpen szükséges,
Illetve én nagyon fontosnak tartom, nem tudom, hogy erről más művészeti titkárok hogyan nyilatkoznának, de én például az olvasottságot és a műveltséget is fontos dolognak tartom. Például én nagyon szívesen írok, lehet, hogy ez a tehát, hogy a végzettségemből adódik is, de például nagyon szívesen írok szakmai beszámolókat pályázatokhoz, mert élvezem azt, hogy írhatok egy előadásról. Szerintem ezek a legfontosabb dolgok, meg az alkalmazkodó képesség, amit így az elején is mondtam a beszélgetésnek, hogy én így soha nem gondoltam, hogy így előtérbe kerülök, akár így a díjától, vagy bárhogyan, hogy a háttérbe kell tudni maradni, de a háttérből kell tudni mozgatni a szálakat esetleg úgy, hogy észre se vegyék, hogy te ott vagy, de működjenek a dolgok. Én ezt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb. Ha nem a munkahelyeden töltöd az időt, meg mondjuk nem családanyagként, társként, akkor mivel foglalkozom még szívesen? Szeretek olvasni, kirándulni, meg szeretek a családommal lenni, tehát nekem az tényleg pihentető, meg kikapcsol, hogyha a gyerekeimnek akármilyen új dolgot meg tudok mutatni, vagy el tudom őket vinni valahova, vagy rácsodálkoznak valami olyan dologra, amit mondjuk én nagyon szeretek, és ők első ízbe találkoznak vele, tehát őket is szeretem színházba vinni máshova is. Úgyhogy ennyi, olyan túl sok minden azért nem fér bele így a színház meg az anyaság mellett pluszba, inkább ilyen pihentető dolgok. Volt-e vágyad olyasmi, hogy esetleg valamit még ezen a területen tanulj, vagy képezd magad? Igényli-e például a munkaterületed? Szerintem a munkaterület kimondottan nem. Nekem még nagy álmom, vágyam, hogyha még egyszer lehetőségem lesz rá egy művészettörténet szakot elvégezni, de nem tudom, hogy ez közeljövőben megvalósul-e, mert az egyetemen is kaptunk képzést, de ugye az csak ilyen részképzés volt, és azt nagyon, nagyon szeretem a képzőművészetet, tehát de ez csak egy ilyen belső igény. Igen. Most ez a továbbképzés. Nem mondanám azt, hogy mindent tudok, ami ehhez a szakmához kell, de hogy így nincs az, hogy most égetően érzem a szükségét, hogy nekem most be kell iratkoznom egy bármilyen szakra ahhoz, hogy én ezt a munkát jobban csináljam. Aztán lehet, hogy majd lesz ilyen, de most így jelenleg ezt nem érzem. Most így 40-en felül a jogosítványt próbálom. Lehet, hogy téged is az motivál, amit annak idején engem, mikor kicsik voltak a gyerekek, hogy hordozzam őket. Így van, csak már különböző... addig, meg lesz a jogosítványuk, már nagyok lesznek. Igen. Különböző foglalkozásokra így is, van. Tánc és a többi, mert ugye, hát valakinek ezt is be kell vállalni. Persze, így van, abszolút. Ez volt az indítatás, tehát, hogy nekik jobb legyen. Na és mi a helyzet Olaszországgal, az olasz kultúrával azóta? Nagyon szeretem azóta is, turistaként így néha megfordulunk, meg hát a nyelvtudásom sajnos az kopik, mert olyan napi szinten ugye nincs időm se foglalkozni vele, hát olvasni szoktam, meg most tavaly volt színházi olimpia, ugye országosan, igen. És akkor több előadást vendégül láttunk, külföldi előadásokat, és volt nálunk olasz vendégművész is, és akkor például neki így a technikai beállásnál tolmácsolhattam, meg még az előadás után is megbeszéltetett, tehát hogy a közönség meg közte kellett így tolmácsolnom, tehát hogy most körülbelül itt tartunk ezzel az olasz dologgal. Most megy a Harlekinben a padlás. Mi vár még rátok ebben az évadban? Még vannak nagyon izgalmas feladataink. Most hamarosan elkezdjük próbálni a Kockás fülű nyúl című előadást. Sokak kedvence. Igen, reméljük, hogy ez is elnyeri majd a nézők tetszését. Ezt egyébként Szűcs Réka fogja rendezni, és ez egy március elejé bemutatónk lesz. Mondjuk, bocsáss meg, azért érdekes, hogy mert az én generációmnak mondhatom, hogy kedvence, vagy még én is nézettem a gyerekeimmel, de azért a mai kicsik már nem kapják ezt úgy, vagy olyan természetesen, tehát lehet, hogy sokan nem ismerik. De ez érdekes dolog, mert szoktunk mi kérdőívezni a nézők, tehát pedagógusok is, meg szülők körében is, és például a Kockás fülű nyulat nagyon sokan kérték, hogy tűzzük műsorra. Tehát, hogy talán egy kicsit úgy van a gyerekek esetében, hogy a szülők választanak, vagy a pedagógusok választanak, mint ahogy te is mondod, hogy nézetted a gyerekeiddel, én is nézettem a gyerekeimmel, mert jónak tartottam. És akik nem ismerik a mai gyerekek közül, reméljük, hogy majd elnyeri a tetszésüket, de azért ez modernebb új köntösben lesz, de megtartja a klasszikus értékeket is. Úgyhogy szerintem egy nagyon izgalmas dolog lesz, amennyit eddig lehet róla tudni. Illetve utána lesz még egy új műfajú bemutató, még soha nem csináltunk családi koncertszínházat. Ennek Ágas Bogas lesz a címe, ahol népdalfeldolgozások lesznek bábokkal, és interakcióval a gyerekek körében, illetve még egy TI és tantermi előadás, egy Csongor és Tünde feldolgozás, ez amit biztosan tudunk, hogy még ebben az évadban vár ránk.
a sokszámú előadás mellett. És ez neked már nyilván így a munkakörödben, ez már minden a fejedben készen van szinte. Már melyik része? Hát ugye az egész évad. Hát az igen, az előadás meg remélem, hogy a rendezők fejében van kész. Mit szólt a család a díjhoz? Jaj, hát nagyon örültek a gyerekek. Szerintem először hangzott el a szájukból, most ők 7 évesek, most kezdték a sulit, hogy anya, nagyon büszke vagyok rá, tehát hogy ez először hangzott el a szájukból. És hát persze a párom is nagyon örült neki. Azért ez egy nagy megtiszteltetés, azt gondolom. Igen. Meg visszaigazolás. És könnyen megy egyébként az összeegyeztetés, tehát a család, illetve a munka? Hát nagy logisztikát igényel a mai napig, de mióta suliba járnak, azóta szerintem egy kicsit könnyebb, főleg, hogy ide a Bábszínház melletti suliba járnak. Ja, is. Hát. Így azért igen. Reggel együtt jövünk, délután együtt megyünk, meg hogyha bármi van, akkor ugye ott vagyok a közelbe. Uh-huh. És ez azért, ez nagyon jó. Én mondjuk, hogyha dolgozom, akkor sajnos, vagy nem tudom, hogy sajnos-e, de akkor maximálisan azzal vagyok elfoglalva, tehát hogy én nem tudom azt csinálni, hogy munka közben most még a jaj, a gyerekek ügyébe telefonálgassak, meg mindent, tehát hogy azt próbálom úgy időzíteni, hogy munkaidőn kívülre, hogy persze azok is rendben legyenek maximálisan, meg ha vészhelyzet van, az más, de így próbálom, hogy a kettő úgy maximálisan teljes értékűen megférjen egymás mellett. Mindig hoz új dolgot, és mindig kinyit új ajtókat. És főleg nekem ez a bábszínház, amit még tizenvalahány év után, vagy bábműfaj, mindig azt mondom, hogy tanulom, mert annyi lehetőség van benne, meg annyi új dolog, amit úgy kívülről el se tudsz képzelni. Tehát, hogy én is azt gondoltam, mielőtt bábszínházba dolgoztam, hogy ugye van a paraván, és akkor ott báboznak mögötte, és közben ez a műfaj is annyira megújult, és folyamatosan újul, és mindig elkápráztatnak. Milyen új dolgokat találnak ki, vagy új megoldásokat. Nagyon sok mindent ki lehet ebből hozni, szerintem. Meg az, hogy a közönség is így nyílt. Igen. Tehát az, hogy most már tényleg különböző, vagy majdnem minden korosztálynak lehet ezt mondani, minden korosztálynak játszanak, ez is ad egyfajta sokszínűségre lehetőséget. Így van. Így van. Most például a csecsemő előadások is, amit ugye 0-3 éves korig ajánlunk úgy általában, ezeket nagyon szeretik, és most ezek nagyon beindultak, nagyon-nagyon keresik őket a szülők, mert hogy próbáltuk ugye ezzel kiküszöbölni azt, hogy ne a 4-5 éveseknek való előadásra hozzák a 2 évest, mert hogy az nem jó nekik, meg nem jó élményük lesz, meg megijednek, hanem hogy tényleg, szerintem ezt tartjuk leginkább szem előtt, ez a legfontosabb, hogy mindenki a korosztályának megfelelő előadást kapjon. Hogy utána olyan értő és szerető színházlátogató legyen belőle, mikor majd bekerül a nagy színházba, mint néző. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, gratulálok még egyszer a díjhoz, legyen meg minél hamarabb a jogsíd. Köszönöm szépen. És mindig ilyen jól és otthon érezd magad, mind a munkahelyen, mind Egerben. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én megköszönöm a meghívást. Kedves hallgatóink, önök Batu Tündét és Vas Juditot hallották. Hallgassanak minket máskor, és köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.